A kölcsönszamár. Egy szép napon Nasreddin Hodzsa békésen heverészett az ágyán, mikor a szomszéd váratlanul bezörgetett hozzá. Hodzsa, kérlek, add kölcsön a szamaradat, szántani kéne. Vigyázok rá, ne félj, mint a szakállam fényére. A Hodzsának a kérés nem egészen volt ínyére. Elgondolkodott, majd így válaszolt. Adnám én örömmel, de hát nincs itthon. Úgy rémlik, mintha nemrég kölcsön adtam volna valami más munkára. Ám ekkor hangos ijázás rengette meg a házat. Hát ez meg mi? Hazudtál, Hodzsa? Még a szamarad is ellened kiállt. Vajon nem szamárság-e szamarad bízni olyanra, aki nem embernek, hanem szamárnak hisz?